Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió pénteki híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Lecsere program közel 500 háztartás mintegy 5500 izzót igényelhetett. Kamarai küldöttgyűlés az elmúlt év eredményeiről és a jövőbeni tervekről egyeztettek a vállalkozók. Vasútmodell kiállítás, legókockákból épült vonatokkal, vasútmodellekkel és vásárral várják az érdeklődőket. Sopronban is népszerű a LED csere program. Csütörtökön csaknem 5500 izzót osztottak ki a soproni családoknak. Az eseményen dr. Farkas Ciprián Sopron polgármester elmondta, hogy a városvezetés felelősséget érez a helyi családok energiaterheinek csökkentése iránt. Az inkubátorházban vehették át új izzóikat azok, akik regisztráltak a LED csere programra. Az akciót Sopron megyei jogú városönkormányzata és a CIEB idén már második alkalommal indította el, ami segítséget jelent számos soproni háztartásnak. A korszerű izzók használatával ugyanis pénzt és energiát spórolhatnak meg a családok. Sopronban is népszerű a LED csere program. Az elmúlt időszakban csak nem 500 soproni család regisztrált, és ezúttal csak nem 5500 izzót adunk át a családoknak Sopronban. Tesszük mindezt annak ellenére, hogy a magyar kormány a rezsicsökkentést csökkentést fenntart, és a soproni családok, ugyanúgy, mint a magyar családok, azok védve vannak a magas energiárak ellen. És az Eurostat is kimutatta ennek igazolásaképpen, hogy Európában, Magyarországon a legolcsóbb a lakossági elektromos áram, azonban felelősséget érzünk a családok rezsiterhe iránt, és ezzel a programmal is azt kívánjuk előmozdítani, ezt minél alacsonyabb szinten tudjuk tartani. Az ingyenes lakossági LED csere programra néhány perc alatt bárki regisztrálhatott, akinek a nevén van villanyszámla és soproni lakcímkártyával rendelkezik. Nagyon jó ez a program, örülök neki, hogy ez létrejött, és szeretném megköszönni a LED csere csoportnak, hogy ezt létrehozták. És az, hogy azért lehet vele spórolni, ami nagyon fontos a mai világban, hogy az energiával spóroljunk. A LED fényforrások használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlában, és akár 10 éves élettartamának köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot termel, mint az, aki a hagyományos izzóval világít. Egy átlagos háztartásban 20 darab izzó található, ami a teljes villanyköltség egyharmadát jelenti. Megtartotta 42. küldöttgyűlését a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara. A gyűlésen az elmúlt év pénzügyi és szakmai beszámolóját, valamint a 2024-es év költségvetését is elfogadták a résztvevők. Az önkormányzat, valamint a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt célja a helyi gazdaság megerősítése, megőrizve ezzel a város fejlődésének lendületét. Egy perces néma főhajtással kezdődött a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 42. küldött gyűlése. A testület a közelmúltban elhunyt Sopronért emlékéremmel kitüntetett Marton Ferencre emlékezett, aki 5 alkalommal érdemelte ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar kézműves remekdíját. A rendezvényen ezután dr. Farkas Ciprián köszöntötte a tagokat, aki kiemelte, hogy a Kamara és Sopron városvezetése közösen dolgozik azért, hogy Sopron fejlődése töretlen maradjon. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamarával a kapcsolattartás a város részéről rendkívül fontos, és fontos az, hogy ez élő és tartalommal megtöltött kapcsolatrendszer legyen, hiszen a Kamarának a tagjai, azok tagjai az önkormányzat képviselőtestületének bizottságainak is. Ilyettén módon a Kamara részt vesz az önkormányzati döntések előkészítésében, és hasznos tanácsaikkal minden ciklusban hozzájárulnak ahhoz, hogy jó döntéseket tudjon hozni a Soproni képviselőtestület. Nem beszélve arról, hogy azon munkálkodunk, hogy Sopron város fejlődési rendületben maradjon, ebbe pedig beletartozik az is, hogy megerősítsük a helyi gazdaságot. Ebben a feladatban és küzdelemben pedig számítunk a Kamara szaktudására, bölcsességére, és az arra a kapcsolatrendszer, amit ők tartanak a helyi gazdaság képviselőivel, úgyhogy fontos, hogy itt legyünk, és beszélgessük az dolgainkat illetően. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlésének legfontosabb feladatai közé tartozik a Kamara éves költségvetésének és éves beszámolójának az elfogadása, valamint az idei évre vonatkozó tervek ismertetése a tagokkal. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjaiból 40 fős a küldöttek sora. Ők a választhatók, ugye, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az önkéntes tagságon alapszik, és van az úgynevezett kamarai hozzájárulás, a köztestületi jellegül adódó feladatokat viszont valamennyi vállalkozás, aki nem tagja a kamarának, az is igénybe veheti. Ugye ők az 5000 forintos, hogy úgy mondjam, hozzájárulást évente fizetők, ez törvényi
kötelem, és hát az önkéntes tagokból vannak a kamara küldöttei, ezen belül a kereskedelem, az ipar, a szolgáltatás és a kézműves tagozat. Ebből a négy tagozatból áll össze a soproni kamara küldöttgyűlése. A küldött gyűlésen Horváth Vilmos, a soproni kereskedelmi és iparkamara elnöke bejelentette, hogy a kamara 250 ezer forinttal támogatta Horváth Gertrudnak a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Technikum fodrász tanulójának a felkészülését a World Skills versenyre. A kerékpáros ifjúsági kupa és a Kia Mester két keréken elnevezésű közlekedés-rendészeti szakmai versenyt rendeztek a soproni Petőfi Sándor általános iskolában, mely során kressz elméleti feladatokat kellett megoldaniuk, és kerékpáros ügyességi pályán kellett végigmenniük a versenyzőknek. A gyerekek így tesztelhetik tudásukat, valamint új ismereteket is szerezhetnek a versenyszámok alatt. Egy ügyességi pályát állítottunk föl a gyerekeknek, végig kellenek rajta menni. Számoljuk a hiba pontokat, vagy hát másodpercekben igazából. Ha valaki felborít egy gólyát, akkor azért 5 másodperces hiba büntetés jár. Ha valami hozzáér az eszközökhöz, akkor azért 1 másodpercet vonunk le. És ha valaki kihagyja az egyik feladatot, akkor azért 20 másodpercet. A kerékpáros verseny pályáját mutatja Szabó Noémi rendőrzászlós a soproni Petőfi Sándor általános iskola udvarán. A versenypálya összeállításakor több, különböző szintű feladatot is összeállítottak a rendőrség munkatársai. Sokan bizonyultak tapasztalt kerékpárosnak. Az egyik legnehezebb ügyességi feladatot több gyermeknek is sikerült hibátlanul végigvinni. Ennél az ügyességi feladatnál például szükség volt a koncentrációra és jó koordinációra is. A gyerekek a megmérettetésen játékos formában tesztelhették tudásukat. Nagyon jó volt a versenypálya, nekem nagyon tetszett, jól meg volt csinálva. Volt egy kis malőr itt a végén, hogy leesett a láncom, de igazából hát mégis meg kellett csinálnom, lánc nélkül bementem, és nagyon tetszett. A körültekintő, megfontolt és példamutató közlekedés szabályaival a fiatalabb korosztálynak is érdemes tisztában lennie, erre hívják fel a figyelmet ezzel a versennyel a rendőrség szakemberei. Ezen a versenyen fiúk, lányok egyaránt részt vehetnek, és a legügyesebbek tovább juthatnak a megyei vagy vármegyei döntőbe, és ott, akik szintén számot adnak tudásukról, és megfelelő pontokat érnek el, gyűjtenek össze, bekerülhetnek a Győr-Moson-Sopron vármegyei csapatba, akik majd a vármegyét képviselik majd az országos döntőben. Ebben a döntőben rendkívül értékes nyereményeket kapnak, de természetesen a mai versenyen is az első 3 helyezett fiú kategóriában, illetve lány kategóriában ajándékokkal gazdagodik. A kerékpáros ifjúsági kupa versenyre minden általános iskolából a 11. életévét betöltött, a 16. életévét még be nem töltött gyermekekből álló csapatot indíthatott az intézmény, a Kia Mester két keréken megmérettetésre, pedig a 2012, 2013 és 2014-ben született gyermekek jelentkezhettek. A felnőtteknek kellene olyan mintát adnunk a gyerekeinknek közlekedésben, ami talán jobb mintául szolgál, mint amit mi kaptunk annak idején. Ehhez az iskola is hozzá kell, hogy járuljon a saját maga eszközeivel. Ez egyrészt elméleti ismeretet takar, tehát a kressznek az alapvető ismeretét, gyalogos, kerékpáros, autós alapismeretek, illetve hát az a fajta szabály, ami tulajdonképpen még meg sincs, gondolok itt például a rollerekre, amely eléggé kényes kérdés ma, és hát nagyon sok gyerek rollerezik, hála Isten, ami nem elektromos. Illetve hát a gyakorlati ismeretek, ami a kerékpáros ügyesség, kerékpárnak kezelése, fékezés, indulás, kormányzás, stb. És ez a fajta verseny is egy ilyesfajta jártasságot, képességet mér. A díjazott versenyzők közül az első helyezettek részt vehettek a megyei döntőben, amit április 23-án rendeztek meg Győrben. A kerékpáros ifjúsági kupa megyei döntőjén a Harkai iskolából Pető Balázs másodikként állhatott a dobogóra.
Legókockákból épült vonatokkal, vasútmodellekkel és vásárral várják az érdeklődőket a 15. vasútmodell kiállításon a Liszt központban. A Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete szervezésével minden évben megrendezik ezt a háromnapos családi programot. Dr. Farkas Ciprián köszöntötte a résztvevőket. Fordítsd el, és akkor elmegyünk egy kicsit odébb, és akkor mögöttünk meglátjuk, el tudjuk, hogy van. Indul a vonat a Soproni vasútállomásról. A telepasztalokon jellegzetes épületek és helyszínek élethű másai elevenednek meg. Legókból épült vonatokat is megtekinthetnek a résztvevők a háromnapos programon. Az esemény pénteken délután dr. Farkas Ciprián polgármester nyitotta meg. A 15. vasútmodell kiállítást nyitjuk itt Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. Ezúttal a debreceni és a tatabányai vasútmodellezők látogattak el hozzánk, és látjuk őket vendégül. A vasútmodell kiállítás mindig nagyon jó program, családoknak, gyerkőcöknek nagy látványosság. Addig sem a tabletet és a számítógépet püfölik a srácok, hanem talán valami más szépségre is fogékonyak lesznek. Másfelől pedig a vasútnak mindig is volt egy romantikája Sopronban, hiszen a Gyesev 2022-ben ünnepelt a 150. születésnapját, és a legek cége Sopronban a vasút, hiszen a legnagyobb munkaadó, az egyik legnagyobb adófizető, és számos fejlesztés is megvalósítanak évről évre. Nagyon szoros a Gyesev és a város együttműködés és kapcsolata. Ennél fogva a vasút iránt mindig van egy komoly figyelem a városban, és ez a vasútmodell kiállítás alkalmával is rendszeresen megmutatkozik. A Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete ezúttal a debreceni Hajdú Express Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesületet és a tatabányai Gerecse Vasútmodellező Egyesületet hívta meg a rendezvényre. Útjára indult a csoda, 14 órakor hivatalosan is megnyitásra került a kiállítás, immáron 15. alkalommal. Nagyon szépet sikerült most összeraknunk, hát közel 70 métert a 60-65 darab modulból. A jelen alkalommal három nagy kiállító van, tartózkodik most itt az épületben. Itt, ahol most vagyunk, itt a mint házigazdák, illetőleg a debreceni vasútmodellklub együtt összeépülve raktuk össze ezt a pályát, illetőleg a külső helyeken, ott pedig a tatabányai Gerecse vasútmodellezőklub van, illetőleg van egy kisebb terem, ahol pedig legókockákból összeépített vasútvilág várja az érdeklődőket. A hét végéig tartó program során minden nap 17 órától a vonatok éjszakai üzemmódban közlekednek a Liszt teremben. Az ötödik helyért küzdött az SKC az NKA Universitas Pécs csapatával. A soproniak idegenben léptek pályára csütörtök este. A találkozón végig a pécsiek vezettek, a félidőben már 20 pontos különbség alakult ki a felek között. A mérkőzés második félidejében sem történt változás, a pécsiek magabiztosan 87-59-re nyerték a találkozót. A második ütközet május 1-én jövő szerdán lesz Sopronban. A párharc az egyik fél második sikeréig tart. Visszatérnek a meleg csapadékmentes napok, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere lesz, majd az Erdei utakon Revicki Gáborral című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton sokat fog sütni majd a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futó zápor, zivatar még kialakulhat. Délután 18-23 fokot mérhetünk. A vasárnapi napsütés csak kevés felhő árnyékolhatja, csapadék nem várható. Visszatér a kora nyári meleg, a legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk. Hétfőn is marad a meleg, nyárias idő, 23 és 28 fok közötti maximumokkal. Esernyőkre nem lesz szükség, elsősorban fátyol felhők jelenhetnek meg az égen.